a munkából. Ülök a kocsiban, és arra gondolok, hogy mindannyian meg fogunk halni. Mindenki éhen fog halni. Karácsony. Hideg van. Senki sem boldog. Tehát ezek az emberek mind mennek valahová, és mind boldogtalanok. És mindenki meg fog halni. És minden szörnyű. Hazaértem, és onnantól minden összeomlott. Nagyon-nagyon durva mély depresszió. És akkor elkezdtem keresni, hogy ez mi. Voltam én mindenhol. Vajákos asszony, energiamasszőr, meg mindenhol. Elmentem a házi orvoshoz, aki egyébként gyerekkorom óta ismer, és akkor volt a babó egy kis szákelszőrű tacskó, és én rápakoltam mindent. És a kedves öreg ráncos házi orvos néni kérdezte, hogy nem lehet, hogy nem a kutya miatt van mindez? És én mondtam, hogy nem. Minden esetre felírt valamit, amit én nem szedtem be, és eljutottam egy pszichiáterhez, aki nem azt akarta, hogy szedjek be mindenféle gyógyszereket, hanem elkezdtünk dolgozni. És én elindultam egy intenzív úton, és a Balázs ott maradt. Eleinte volt, hogy persze drágám, menj csak, ha neked ez kell. Mindig volt, hogy de örülök neki, hogy te itt dolgozol. De igazából nem értette, hogy mi történik. És bennem meg változtak a dolgok. Azt éreztem, hogy iszonyatosan egyedül vagyok. Nem úgy vagyok egyedül, mert a seggem alá tolt mindent, meg rengeteg mindent csinált a gyerekekkel, de pont azt, amire szükségem lett volna tőle, azt nem kaptam meg. Nem hallott meg. Belőlem néha kitört, és nem jött válasz. Képzeld, sikerült megöltenem a kilométer átlagomat. Hát de nem hiszed el. Ez nem volt úgy betervezve, csak az a szőrös orrú, tudod, amelyiknek van az a böfögő nyavadékkorcs, azt pont magoldolta, úgyhogy rá kell ereszteni a kutyáját, mert a bogi a múltkora... Mi van? Üdös vagyok? Van valaki? Igen. Szerelmes vagy? Igen. Egyedül voltam. Lett egy szívritmus zavarom, és emiatt bejutottam egy futókörbe. Ott ismertem meg a Zolit, aki végigdugta egész Magyarországot. Ezen röltünk is. Nekem összesen négy pasival volt dolgom, neki meg nem volt olyan női név a labdában. Mindenképpen nyugodt, aki szembe jött, de tényleg az apádat is. Neki az volt a mottója, hogy mindenkit meg kell baszni, a csajokat kétszer is. Nyilván tudta, hogy kell bejutni egy újba. Neki is válságban volt a házassága, és én azt éreztem, hogy végre valaki megért. A mai napig emlékszem, hogy mentem fel a hármas határhegyre futni, és összetörtem a Suzuki mind a négy oldalát. Szóval csak az alját meg a tetején. Rettegbe hívtam fel a Balázst. Ez is annyira jellemző, hogy gyomorgörcsel hívtam föl, és ő meg leordította a fejemet, hogy nem igaz, hogy nem tudtál vigyázni. És én nyilván zokogtam, és ő meg se kérdezte, hogy hogy vagyok. És én ilyen állapotban mentem föl az edzésre, ilyen sokban. És az Zoli első kérdése az volt, hogy de te jól vagy? Szóval ezek így mentek. Én eleinte nem tudtam, hogy szerelmes vagyok. Fogalmam sem volt róla. Azt tudom, hogy barátság volt, énekeltük a Mennyből az angyal, és én a fa alatt arra gondoltam, hogy a Zoli két napja mesélte, hogy a felesége miszlikre aprította a kedvenc futócipőjét, és én tényleg azon kikerettem, hogy neki milyen borzalmas karácsonya lehet. De még akkor se esett le, hogy miről van szó. Ez úgy január környékén esett le. Talán ha előbb esik le, akkor tudtam volna tenni valamit. Nem biztos, hogy akartam volna, de ott már mindegy volt. Szia! Bejöhetek? Mekkorára jöttél? Remélem nem zavarok.
Hogy ne
nem csinálsz már ilyeneket, igazi gyökér vagy. Most nem tudom, mi a baj, hogy téged védelek. Engem? Védelsz? Hagyjuk már ezt! Csengő, nem arra úgy, de most én sem igazán értem, hogy mi a baj. Semmi, de most menjünk meg, kösz a beszélgetést. És akkor most? Nem tudom. Mi lesz? Ő kicsoda? Szerinted nem jogos? Nem tudom. Nem mondom. De akkor? Ez biztos nem. Akkor mi legyen? Legyen egy évvel később. Egy évvel később? Miért egy évvel később mi lesz? Akkor már tudni fogod? Nem tudom. Akkor már nem leszel szerelmes? Nem tudom. És újra engem fogsz szeretni? Szeretném. Én meg azt szeretném, hogy oldjuk meg. Mondjad, mit csináljak? Mert ez ilyen egyszerű. Hát egy megoldandó feladat. Már ha meg akarjuk oldani. Mert te mit szeretnél? Az elég egyértelmű, hogy én mit szeretnék, de te mit szeretnél? Mit tudok tenni azért, hogy azt mondjam, hogy én szeretnék? Vagy szeretném? Legalábbis remélem, hogy szeretnék, nem csak szeretnék. Szóval mondd, mi a terv? Nem ilyen az ember élete, hogy mindent megtervez, hogy egyik nap ezt csinálom, a másik nap nem. Ez ennyi speciál ilyen, de ha jól értem, ez az egyik baj. Néha csak megtörténnek az emberrel a dolgok. És én most nem kérdezek semmit, akkor mi lett volna? Nyilván akkor egy idő után elmondom. Nem tudom. Vagy egy idő után abba hagyom. Mit tudok segíteni? Már mondtam. De tényleg, megváltozom. Mert az olyan könnyű. Borotválkozzak többet? Vagy vigyem többet sétáltatni a kutyát? Vagy... Mert ezeket megcsinálod, akkor minden megoldódik. Legyek többet a gyerekekkel, meg hogy... Ne hagyjam az izzadpólómat a földön, Jézusom. Meg ne emeljem fel a hirtelen a hangom, meg... Azt te tényleg emlékszel? Mi? Ha ilyen jól emlékszel az összes dologra, amit engem zavarnak, akkor miért nem tetted meg eddig? Mert nem vettem komolyan. Tényleg? Tényleg. De most már fogom. Ma mitől? Mert most komoly a helyzet. Eddig nem az volt? Nem gondoltam, hogy az. Hát az volt. Különben nem lennék itt. De akkor, ha nem jó, hogy megváltozom? Ez nem így meg, Balázs. Nem tudod már elhatározni, hogy holnaptól más ember leszel. De legalább megpróbálhatod. De nem tudom hogyan. Azt tudom, hogy most ez van. Ez így nem marad. Ezt most mire mondod? Meg fogunk így őrülni. Az egyik pillanatban, amikor látlak, akkor ordítani szeretnék veled, a másikban meg zokogni. Elég nyilvánvaló, hogy nem jó, hogy látjuk egymást. Költözd el a dolgozót. Az nem jó, attól, hogy ugyanúgy látjuk egymást. De akkor legalább nem lenne minden este ez. Ez a kérdezés végestelen végig. Ne mondd már most meg, az legyen a baj, hogy meg akarom oldani és ki akarom találni. Bocsánat. Akkor, ha nem jó a dolgozó. Különben is miért költözzek a dolgozóba? Te mondtad, hogy nem jó, ha látjuk egymást. De ez én házam! Mi? Hogy most meg azt mondod, hogy ehhez itt nekem semmi közöm? Hogy ez nem az én házam, meg nem az én ágyam? Akkor talán a dolgozó sem. Nem baj, majd haszom a lakadba. Ja, hogy ott se az enyém semmi. Mert mindent a segge alá toltál, amíg én súlyba jártam, mert akkora gyökér vagyok, hogy nem vettek fel egyből az egyetemre. És még amikor felvettek, akkor is csak lassan végeztem el. Te meg vettél magadnak közben házat, szobákat.
úgy értettem, hogy én nem akarok mással lenni. Nekem jó volt úgy. Tényleg jó volt? Igen, én azt vissza akarom kapni. Mi volt benne a jó, te még mindig nem értesz semmit? De mit nem érte? Hogy legyen egy évvel később, meg hogy nem tudok. Ne haragudj, ha ebből nem tudom kitalálni, hogy mi legyen. Én is meg akarom oldani, de nem tudom, hogy olyan szerelmes vagyok. De ha meg akarod oldani, akkor menj el, találkozzon, és mondd meg, hogy vége, és ne találkozz vele többet. Azzal most mentek el. Mostanában nem túl bőbeszédőek. Mi azt mondja, tényleg komoly tempót diktáltak. Ja, mostanában jó. Várat adtunk, nem kérsz egy kávét? Közszabó volt, de nem, most tényleg nem. De mi a baj, nem tudtál aludni? Nem, az alvással nincsen gond, csak mostanában elég sok a dolog. Sokat tehát el lenni, de jár. Hát igen, szerintem a barátok megérdemelnek annyit, hogy a baj van, akkor segítsünk. Miben? Hát bármiben. Élni. Túlélni. Tök van, hogy ezt így megteheted, mert ahogy látom, hogy érzem, hogy szükség is van rá, állandóan egy felpatva. Miféle felpatva? Hát a témádra, vitáznak, veszekednek. Mindig is sokat beszélgetek, mert mindenki. Szerintem ezzel nincsen probléma. Jó, azért elég szóra hallgatni, meg gondolom neki tűzítani. Mi lehet tenni itt veszekedni? Bármi. Jó, bármi. Hogy alocsolta meg a virágot? Hogy alocsolta meg a virágot? Az ember nem akar elkezdeni bármi vitatkozni. Igen, nem. Tényleg nem akart, aztán valahogy mégis mindig úgy alakul. Jól látod, ez tényleg nem De jobb, de ismertek egymást, nem vagyok túl intéztél? Hát, régóta, 20 éve. Mind a kettőt? Balázsra még most 25 évvel ezelőtt jártunk is, de ez csak 3 hónap volt ez a házasság, még tart már vagy 15 éve. Szóval ki járt nem zavar? De ugye, hogy semmi köze nem volt egymáshoz, akkor ők már nem voltak együtt. Mm-hmm. 25 éves barátságban elég sok minden benne van. Tehát ez csak 3 hónap volt, aztán eltett néhány év, és ő csak azután jött. És most mi van veled? De komolyan, biztos tudsz valamit. Csak annyit látok, hogy állandóan megint az ordinálás. Hát én sem látok sokkal többet. Most nincsenek jó bazban, de hát megoldanak, addig meg segíteni kell. Komolyan, hogy már hallod? De biztos tudod. Valami magad szokott ordinálni, hogy a fász jön rá. Nem beszél a vendégekről. De figyelj, az, hogy mi van velük, azt szerintem csak rájuk. Ez az, akkor miért nem mindenkinek hallgatni? Nem hiszem, hogy bárki nem is hallgatni a tényleg. Jó, nem mondod semmit. Akkor majd én. A Balázs bepasizod. Jó, nem bepasizod, becsajodod. Hát nem hiszem. De, Tuci, Új Luci, én, Barfű, Ha nincs itt a Kinga, akkor fülig ér a szája. Ha nincs itt a Kinga, akkor fülig ér a szája. Persze, mászkál, vonul, a Kinga el lehet futni, meg visszajön a kisénybe, tuti valaki lerendezte neki. Robi, nem így van. Nem állt, tényleg, megy inkább itt egész nap. Jó, lehet, hogy te a barátjuk vagy, de azért én mégiscsak itt látok mindent egész nap. Hát lehet, hogy épp ezért én kicsit többet. Jó, nyilván igen, neked mondanál a Balázs, hogy lenne valaki. Egészen biztos. Ki
Hidd el, hogy tudnék róla. Na, de elég feltűnő végzett a Balázs világ. Te nem haragudj meg. De nem azért nem megért, csak ti együtt is voltatok, megérted? Nem, nem értem egyáltalán, nem értem, és ezt most fejezzük is itt be. Jó, oké, jó, befejezhetjük, de attól még nem lesz megoldva a problémájuk. Én azért elég reálisan gondolkozom, és szerintem igazam is van. Én csak komolyan vettem, amikor azt mondtad, hogy segítsünk a bajban. Szerintem én nem gondoltam. Volt neked már egyébként egyetlen hosszú kapcsolat? Ez elég reális. Az egy hónap hosszúnak számít. Na, most mi van ez? Most mondjuk honnan viccelve. Hogy is lett volna már hosszú kapcsolatom, mert szerintem nem vagyok öreg. De vagy, hogy nem mondtam, hogy az éves kapcsolatom, akkor komolyan vetted volna a 14 évesen csörözását. Nem tudok, nekem ez most nincs türelem. Jó, oké, menj csak, figyelj, majd szólok, hogy eljártál. A Balázsra meg komolyan előtt beszélni, mert elég gáz, hogy így arcon bassza a fingát. Én nem mondok semmit, hogy mondtál volna. Hát, ez igazán kedves tőle, de ne ülj a Balázsra beszélni. Nem akarom magamat ismételni, de... De kinek a pártjánál? Ez egy csalókára tűnik ez a dolog. Nem, ugye már senkinek a pártjánál, de már tudni akarod a Kingának a valaki, és nem a Balázsra. Kinga! Dóra! Lehetne, hogy... Persze. Mondom, biztos? Igen. Gondolom, most nem kezd egy jó kis kávét. Egy jéget. Egy jéget. Dóra? Én most nem kösz. Én se kicsálom a pénz. A ház vendég jól. Köszi. A pénztárcádat itt van hagytam. Itt? Egy jéget. Balázs? Te most tényleg iszol egy jéget? Nem, igazából nem is. Igen, ez így is. Ne legyen már ez jó. Menjél vissza a házadba, én meg hadd igyak egy jégert itt a házad előtt. Nem, most szívesen mondanak ezt. Szerintem meg nem mondjál semmit, hanem hogy a Kinga kérte, szépen menj haza és ne csináld itt a műsor. Mi van? Az van, hogy ez az én kávézón, Kinga pedig az én vendégem. Úgyhogy, amíg szépen kérlek. Na most már kussoljál, jó? Elég volt, jó? Tényleg, mindenki nyugodjon, hogy Kinga gyere, menjünk haza. És ha én még maradni akarok? Hogy ne itt sem maradhatok? Büdös kurva, most már az utcában is takarodjon! Ugye ezt majd igaz fejjel megbeszéljük, gyere, menjünk! Azt hiszem, ez tűnik a legjobb ötletnek. Nagy, nagy egyetértés. Kinga, te tényleg odorához akarsz menni? Miért? Menjek inkább hozzá! Nem azért, nem. Nem voltam már biztos, hogy te tudsz mindent. De hát, amit te vagy az, aki semmit sem tud. Mire nem tud a Kinga? Mégis mi a feléről beszélsz? Nem úgy érted, de egyáltalán nem érted, mit kavarsz itt? Miért is te tudnál? Miért is te tudnál bármilyen? Tényleg? Ami már le, hát nem vagy normális. Nem veszed észre, hogy ez mennyire átlátszó? Robi szerintem te nem veszed észre. Durván nem vagy veszed be. Állati a békegyűrű vagyok, de most de nem akkor mi lesz, te vagyok a Balázs? Valaki mondja már neki, mi a fele történik itt? Sziasztok! Nem tudod, ki ez a sárga autó, te sarkon, a konténeres autó sofőrje ott áll, azt szentségnek. Az az enyém. Mit is beszélek? Mit is beszélek, bocsánat? Hát az is a te autód. Ezt néltem Ajos az egész. Köszönöm. Sziasztok! Képzeljétek egy csávval sarkon, úgy van itt egy autóval, teljesen be van kattanva. Balázs most indult el intézni. Balázs. Jajon. Ez meg itt két. Most költözöm el. Elköltözöm. Miért? Van még pedig valami cuccod? Ott már semmi se az egyik. Várjátok, hogy tudom. Amit van, és nem a másik kell vetni.
Nem hiszem, hogy én másikuk adnám fel. Jó, én se azt mondtam. Csak egyszerűen arra gondoltam, hogy a felvétel. Hogyha lenne ilyen lehetőség, én inkább nem élnék vele. Egyszer tök szívesen felvenném apámat. Apádat, igen, azt értem. Tényleg? Persze, én a múltkor is mondtam. Jaj, ne haragudj, hogy múltkori miatt, mert úgy felhúzott a Robi. Semmi baj, csak nem értettem, hogy mi rosszat tettem. Semmi. Én most mondom, hogy Robi volt olyan bunkó. Szerintem Robi sem volt olyan bunkó, egyszerűen csak más véleményem volt. Hiszem, egy kicsit jobban ismerem a Robit, mint te. Jó, én nem gondoltam volna, hogy annyiszor csináltam már ezt a Robi. Nem hiszem, hogy nem tudja tartani a száját. Nagy hősként, a becsület lovagjaként gondol mindig magára, és az igazság bajnokát játsz a megállás nélkül. Közben pedig az ő sztoriáról elég nagy hallgatás van. Az ő sztoriáról? Hát ez az. Erről nem beszél semmit. Mindenkire mindig minden nagyon tud és meg is mond, de arról bazi nagy hallgatás van, hogy 13 évesen drogot árul. Mi van? Jaj, semmi. Felejtsd el, nem akarok én semmibe belekaparni. Azt lát. Nem haragudj. Én nem úgy gondoltam csak. Már megváltozott. Legalábbis ezt mondja mindenkinek, akkor pedig biztos. Jó, nem szeretnék erről beszélni. Szerintem. Főleg, hogy itt rád felé a fogán. Hát nem áll, senki, csak nem tartom egyszerűen korrektnek, hogy úgy beszélünk róla, hogy nincs így. Jó. Gyerni a dacán. És apába jutottál valami ügyesnél? Jól, nem zárok. Már van. Azt hiszem megtaláltam. Megtaláltad? Miért nem mondtad? Mert nem úgy találtam meg. Már nem tudom hagyan, de kézzel találtam róla egy cikket. Találtál róla egy cikket? Ne hülyeskedj. Nem tudom biztosan, hogy ő az, de a neve is, meg a munkája is ugyanaz, szóval elég valószínű. Megmutatod? Érdekel? Persze, hogy érdekel. Nézd, itt van, elmentettem. Biztos vagy benne, hogy ő az? Már mondtam, hogy nem, de úgy érzem, hogy igen. És találtál róla mást is? Ja, a Google csak ennyit dobott ki, meg persze egy csomó Facebook-ra. A nevére kerestél le? Megmutatod a Facebook profilokat? Tudod melyikről? Nem tudom. Megnézzük? Megnézzük. Szerintem ez lehet ő. Menj vissza egy kicsit. Igen. Szerintem jobban hasonlít. Jobban hasonlít? Nem már. De hát nézd meg a szemeit. Ilyen gőszemem van szerintem. Jó, ne csinálj már. Nézd meg a képeit. Nem ismerős a képeit. Hát pedig szerintem ő az. Nem a másik volt az. Hát akkor nézd meg annak a képeit. Neki sem látom, de amúgy sem derül ki ebből semmi. Akkor jelöld be. Persze, csodás ötlet. Bejelölöm ezt a 40 gigát, hát a valamelyiknek a képeit. Jó, bocs. Hülye ötlet volt. Akkor írd be a tudakozóba. Mind tudakozóba. Telefon. Nincs ilyen? Nem tudom, de ez még bizarabbnak hangzik. Hát, egy próbát megér. Jó, elpróba. Nézd, itt van egy szanat. Csak egy. Ez miért lenne pont az övé? Nem tudom, de nem próbálod meg? Hívja fel egy ismeretlen számba? Lehet, hogy nem is ismeretlen. Már, ez nagyon para. És pont ilyenkor nincs itt a Robi. Miért? Két unás után bárki felhívok. Tényleg? Thank you.
Én grózni. Na jó. Felgyújtom. Nem. Szüljön. Lehet, bocs. Na, de nekem most mennem kell. De nincs baj. Nincs, persze. Ezt mondja, hogy hagyom, hogy ő oldja meg, mert ez az ő élete, és neki kell.
akkor én még csak várja, tényleg bármeddig. Bármeddig? Nem egy hétig, nem két hétig, egy ideig. Most egy ideig várnod kell. Nem hiszem el, hogy ez ennyi ideig tart, és nincs más megoldás. Balázs, hidd el, tudom, mit mondod. Az lehet, hogy te tudod, de én élem. Jó, igazad van, én csak javaslom, hogy tudom, de szerintem hagyd őt most egy kicsit. Ha gondolod, akkor beszéljetek meg, hogy akkor ő otthon van, akkor majd te nem leszel. Valahogy így osztáltok be. Nem megy. Azt is már próbáltam. Na mindegy, köszönöm a beszélgetést, majd gondolkozom. Ja nem, nem csinálok semmit. Annyi pénzzel, amennyit akkor el sem tudtam képzelni. És még élveztük is az egészet.
Mit köszönöm? Most már érted? Hogy elmondtad? Nem mondtam el semmit. A vídó mai napig nem oké. Egyszer úgy behalad, hogy járkányázott mellettem, hogy két napig nem jött fel a padlásból. Komolyan, az anya azt mondta, hogy meg fog halni. Gondolod, hogy össze-vissza szarta magát. Nálad valami azóta nem oké, és még mindig nem mondtam el. Te kényszerített ki belőle. Nem mondtam el semmit. Nekem fontos, hogy ezt elmondtad. Most már kibaszott túl sokkal, ugye? Nem, de nem is rossz. Két teljes kávé. Köszi. Biztos jó, hogy fel volt? Hát miért volt kellett volna találkozni? Nem tudom, mondjuk együtt lakunk, a férjemmel és a gyerekeimmel is. Nem, én most tényleg nagyon szerettem volna veled kettesben beszélni. Igazad van, így senki nem ismeri, jaj, nem már. Igen, nem. Szakítottunk. Hogy mi? Jól hallottam. Zoli? Nem is a varázsa, mert most nem élek együtt. Értem. Ez jó. Ez jó. Nem jó. De ez jó. Mármint nem tudom, valami fura ez az egész. Te szakítottál? Ez most relevás? De az. Lassan kezdesz nagyon jó pszichológussá válni. Köszönöm az értékes, de egyben kitérő válaszodat. Szóval? Nem hiszem, hogy ez ilyen ő vagy én kérdés, csak megtörtént. Közös döntés. Közös döntés. Az ugye olyan, amilyen igazából nincs. Te nem a barátnő vagy? Ezért szeretném, hogy őszinte legyél. Ő. Hát a másik válasz jobb lett volna. Nem, ez sokkal jobb. De tényleg, nem kamuzok. Azt hiszem, hogy ez kellett. Hát, ne haragudj, ezért már hallottam, hogy ezt még nem hallottam, hadd mondjam végig. Van. Ő szakított, már még közölte, hogy neki ez nem megy. Megpróbálják újra a feleségével, hogy nagyon fontos vagyok neki, meg nem csak játék volt, meg szép emlékek, meg minden, amilyen az eredmény. Még mindig nagyon kísérleties. Mert mindig nem értünk a végére. Eléggé össze kellett volna zuhannom, de valahogy akkor is ott sikerült teljesen kívülről látni a pillanatot. Gőzöm sincs, hogy hogyan, tényleg. Csak egy pillanat volt az egész. Amikor hazafele jöttem tőle, akkor már megint végigbőgtem az egész utat. De ott volt egy pillanat, amikor megértettem. Valami érdekes pillanat volt. A Blue Valentine jutott eszembe, az a rész, amikor a csajnak csinálják az abortuszát. Valahogy, nem tudom, tiszta hülyeség, de az az érzés volt, baromi egyértelmű. Ott feküdtem az asztalon, és a doki kapart ki belőlem, és közben folyamatosan magyarázott. De ha jól emlékszem, ez ott végül nem is történik meg. Ez most mindegy, de igaz, hogy nem érted a lényeget. Ezt ahogy értem. Akkor most túl vagy rajta. Igen, túl. Thank you.
Viki! Szia! Sajnálom. Nincs mi. Nem szeretném, hogyha ezzel azonosítanak, unom már. Tiszta víz vagy. Nem szégyellem, de nem is vagyok rá büszke, de ez már a múlt. Nem fogsz megfázni? Ez nem mentség arra, hogy a múltban. Köszönöm. Hogy elmondtam? Írtam meg egy verset. Egy verset? Valentinopi verset, vagy nem egy kis. Egy bocsánat kérő verset. Írtam meg egy verset. Vagy hogy eljött egy koncertembe, és én egy szám közben vettelek észre.
Követlelek. Egyszer elég álltam én, mikor mentél a munkába. De most itt vagyok. De most itt vagy. És ezt nagyon köszönöm. De is. Annyi mindenről maradtál le. Úgy utállak érte. Sajnálom. Nem sajnálok. Nem mond nekem azt, hogy sajnálok. Semmit nem jelent ez az, hogy csak menekülés. Annyi mindent mondhatnál, és épp a sajnálom jut eszedbe. Engem nem kell sajnálni, de legkevésbé is. Nem vagyok sajnálítva. Nem úgy értettem. Tudom, hogy nem úgy értetted, de mégis kimondtad. Miért? Miért kell elrontanom? Miért kellett elrontanom? Én nem ezt érdemeltem. Hogy merészeltél áldogni? Hogy voltál képes selejtként kezelni? Én csak azt tudom, hogy nem voltál ott. Soha nem voltál ott. Miért? Nem voltál ott az óviban. Reggel, hogy megdödönyöz. Az első napomnál a súlyban. A szalagolatomon nem táncoltál velem. Nem voltál ott, hogy segítsen dönteni, mi legyen belőlem. Nem védtél meg, amikor anya lebasszott, hogy késtem ott voltam. Miért? Te nem voltál ott. Te nem létezel. El tudod képzelni, milyen minden karácsonykor, minden húsvét hétfőn, minden nehéz pillanatban és minden boldog percben az ajtót bámulni? Fogalmat sincs, milyen az, hogy egész életedben az ajtót bámulod. Szugerálsz. És sokszor, ha már a barátaimnál vagyok, és történik velem valami izgalmas, én egyből az ajtóra nézek. Mert nem tudom álmodani. Eleinte vártam, hogy bejössz rajta, hogy majd most. Aztán tulajdonképpen csak rettegsz. El tudod képzelni, milyen az, amikor az apád egy ajtóvá válik? Amikor minden ajtóról az apád jut eszedbe? Amikor minden, ami veled történik, csak egy ajtóra nézéssel tudsz feldolgozni. Csengő, ez nem csak rólad szó. Azt hiszed, nekem könnyű volt. Azt hiszed, hogy ez ilyen egyszerű. Hogy én csak úgy lemondtam, hogy és hogy jó, hogy így gondoltam, és úgy döntöttem, hogy nem. Valamira nem így megyek. Nem tudod, az ember nem mindig gondol mindent végig. Néha úgy megtörténnek az ember a dolgok. Nem minden egy megoldandó feladat. Nem foglak megsajnálni. Nem is kell. De te egy tökéletes felnőtt nő vagy, nem dolhatod az egészet rám. Muszáj voltál mondani. Nem érted, hogy hiányoztál? Kurvára hiányoztál. És én nem beszélhettem róla. El kellett fogadnom, hogy nem engem választottál. Hogy neked egy tévedés vagyok. Hogy neked nélkülem teljes az életed. Bárcsak ilyen egyszerű lenni. Nem tudod elképzelni, mennyit vitatkoztam, mennyit veszekedtem anyával. Lehet, hogy így volt jó. Ebből, amit Kinaig elmondott, azt gondolod, hogy ez így volt jó? Nem, abból, amit látod, hogy egy csodálatos felnőtt nő vagy, hogy zenélsz, hogy szervezel, hogy nevetgélsz, és hogy konok vagy, de végtelen és bosszantó. Anya szerint ezt tőled örököltem. Ezt kikérem magam. Én biztos nem tudtam volna soha így megmondani az apám. De mégis miért nem válaszoltál, amikor rád? Mit kellett volna válaszolni? Bármi. Nekem semmi nem jutott eszembe. Minden az eszembe. Próbáltam az én szememben is látni a dolgokat. Nem hallottam róla 20 éve sem, akkor egyszer csak rám jutsz. De mégis mit kellett volna tennem? Nem tudom, olyanokat tudsz kérdezni. Éppen az ügyeletem voltam a fiammal, meg kificamodott a bokára. Dős voltam a nővérekre, az orvosokra, a rendszerre. És akkor egyszer csak becsippan a telefon. Azt jelzett, hogy a legkevés. Először, amikor megnéztem, nem is értettem. Azt hittem, hogy téves SMS. Napokkal később jöttem csak rá, borzasztó. Nem, hát nem akarok beszélni. Pedig... Nem. Mondtam már, hogy legyél azzal. Gyere csak. A
Pinteresten olvastam egy ilyen jogász dolgot, ilyen baráti beszélgetéseket, ilyen egyszerű kis gyakorlattal, pont egy kis jó párnákon nagyon jól lehet. Tényleg, nagyon jól lehet. Tényleg, lehet, komolyan gondoltam, hogy köszönöm. Nagyon jó, hogy meghúzta. Eszembe tudok írtam, ahogy fogadta. Nagyon furcsa ez a csajnál. Persze, bármilyen órákig tudok vele beszélni, és ahogy forgatja a szemét, hogy nem el rám is működik, hogy velem beszél. Istenem, akkor egy paraszt vagy. De hülye vagy, teljesen készülök ettől. És reggel, amikor rám néz, amikor azt látom, hogy engem néz, az olyan, mintha szeretkezni. Pedig nem, mintha kiszívnám mindenem. Pedig nem csinálom semmit, csak köszönöm, néz. Köszönöm, azt hiszem, most kezd ez az ingó kicsit soká válni nekem. Ma reggel is koncentrálom. Visszatartom. Mi van? Szétfintom a romantikus szét. Tudod, mi a durva? Van ennél durva? De ez is olyan egyértelmű. Én szeretem a Vikit, nagyon szeretem a Vikit, úgyhogy azt hiszem, nem érdekel, hogy milyen szinten vesz részt a fényszeren átjaitól. A leglényegtelenebb dolgairól is órákig tudok beszélgetni, meg persze a legfontosabbakról is szerintem senkivel nem beszéltem még egyébként vele. Nem volt elég az imitátor? Valós volt Balázs, hogy belement ebben. De azt hiszem, az más lenne. Persze, ez most már mindegy. Most már nem érdekel a dolog. Olyan jó volt lerakni ezt. Szerintem nem. Szerinted minek? Nem lenne más. De vélegyünk minden, de tudom ebben az évben, szóval ne haragudj. Amúgy is, most tényleg lezártam ezt magamban. Balázst is csak azért kértem, hogy segítsen ebben. Én megértettem. Amúgy sem tudsz róla semmit, szóval ne haragudj. Most jó minden úgy, ahogy van. Én megértem, már nem akarsz róla beszélni. Nem akarok. Most nem. Most jó. Jó. Akkor is mondja semmit. Valami sokat raktam bele, és egyáltalán nem tartom korrektnek, hogy a Balázs ezt nem ismeri el. És megint
mit nem csinálok, meg mit tudok, meg mit nem tudok, hanem hogy veled mi van. Végig sem mondhatom. Annyira meghallgatsz, hogy végig sem mondhatom. Na jó, álljatok le. Jó? És most szépen lassan kezdjük el az elejéről. Nem akarom az elejéről kezdeni, komolyan úgy érzem már magam, mint egy... Hogy érzed magad? Annyira meg akarod oldani, hogyha nem úgy oldjuk meg, ahogy szerinted meg kell oldani, akkor az már nem is megoldás, ugye? Ebben most érzed egy kis igazságot, Balázs. Igazság. Jó, akkor én most csöndben maradok. Mert én tényleg meg akarom oldani. Úgyhogy akkor én most pusolok. Ezt nem bírtad volna úgy közölni, hogy ne legyen benne, hogy csak te akarod megoldani. Baromira nehéz lett volna, mert itt te vagy az áldozat, ugye? Tényleg. Ne várj, bicsi! Bocsánat. Mondtam, hogy bocsánat. Mondom, hogy bocsánat. Bocsánat. Hallgatom a megoldást. Végtelenül cinikus vagy. Kinga, nem. Ez nem volt cinikus, nem? Ez nem csak azért volt, hogy akartad hallani. Ez csak őszintén, de kérdezem, hogy semmi cinizmus. Miért van az, hogy én úgy érzem, hogy semmi értelme annak, hogy itt ülünk? Jó, ez költői volt, nem kérek rá. Most tényleg eljátszod a némagodot? Megoldáson ilyen párt próbálok lenni. De ilyen kicsában! Nem akarjátok megoldani? De! Akkor meg most mi a baj? Nagyon milyen volt nálam úton, amikor összefutottunk a piacon, és direkt mindenbe vettél, amiből én. Nekem igazából az a piacon nem kellett semmi. Csak tudtam, hogy mész, és gondoltam, hogy volt. Nem mondom komolyan, annyira milyen baj. De honnan tudtam? Előző este ott beszélted meg apáddal, akkor hallottam. De te akkor aludtál? Hát... Te nem aludtál, te idióta! Muszáj volt visszavárnom, mert amúgy mondtam, hogy rácsos ügyit hoztál az ünnepségre. Persze, mert tudtam, hogy te is azt fogsz hozni, mert csak azt tudsz. És meg hiába mondtam, hogy én viszem a sütit, neked muszáj volt, hogy teljesítenek. És gondoltad, hogy megalámból, és ugyanazt csinálom meg, csak sokkal jobb kívül. Hát, hogy mondtad, tényleg sokkal jobb lett az enyém. Persze, de az nem volt nagy varázslat. Jó, a tiéd is nagyon finom volt. Ugye? Na, tényleg semmi értelme annak, hogy itt ülünk. Már csak ilyen egyszerű lenne. De miért van az? Miért szerinted az? Nem, szerintem sem az, de azért megpróbálhatnám meg megoldani. Attól még, hogy erőltsék egymás ügyességeit, meg néha kiszúrunk egymással, akkor még nem lesznek megoldva a házassági problémáink. Ebben lehet, hogy igazad van, de... Bocs, az muszáj. Igen, tessék? Én vagyok. Nem, 15 perc múlva tudok ott lenni. Értettem. Egy pillanat. Balázs, mint fölé, szíves? Táncsics Mihály, az 23. Egy pillanat. Megvan? Igen, felírtam. Nem. Értettem. Gondolom, most menned kell. Ne haragudj, majd beszélni. Nem haragszom. Elvigyelek? Nem, köszi, kell az autó, Dóra elkísérsz, nem sem. Én is el tudok kísérni. Ne fáradj, köszi. Szia, Dóra. Szia, Balázs. Sziasztok. Egy éve ligázz, elment, igen, de
meg folyamatosan csak annak a bizonyítását keresed, hogy te vagy az áldozat. Mondasz jó dolgokat, de ebben speciál rohadtul nincs igazad. Nekem nem kell bizonyítanod, engem nem érdekel, hogy ki sáros, meg hogy ki nem. Én azt is leszorom, hogy csak a saját szarodban akarod dögülözni a bánatot, ahelyett, hogy csinálj valamit. Összértél a Vikivel is, ekkora szakértő lettél? És ne engem mondtad, hogy tudod mit? Oltogathatsz engem, ha neked ettől jobb lesz, de nem lesz jó. Mégis mi a frász csinálja? Tessék, taníts! Már minden lófasz kipróbáltam. Tudod, hogy tényleg lesz. Mert? Akkor mondd meg, hogy mit kellene csinálnom még. Ha ennyire tudod, akkor mondd. Ne csak itt üllezd a mellizmat, hanem mondj valami használni. Mégis hogy a picsába tudnám én, hogy mi a megoldás? Tényleg. Egy évet csak azt hallgatom tőled, hogy jaj, mit csinálja? De ezt már próbáltam, de nem, az nem meg. Mondd meg a megoldást, de nem, azt már... De tényleg, most mit csinálják, hogy annyira unalmas? Miért gondolod, hogy más jobban tudna a megoldást, mint te? A te csajokról van szó, nem? Én rohadtul felkúrnám magam, ha valaki meg akarná mondani, hogy hogyan tudjam feladni. De nézd már le magam ennyire. Arról a csajról van szó, akit te ismersz a legjobban a világon. Akkor hogyan várhatod máskor a megoldást? Tényleg, szedd már magad össze. Tudod? Én nagyon meglepődnék, hogyha a Dórától kapott módszerek miatt jönne vissza hozzád a Kinga, nem beszél az én ötleteimről. Kaphat már össze magad. Ezért. Jó. Ez egy filmodó kötelessége. Vigyem el Madridba? Madridba? Igen. Egy Bon Jovi koncertre. Az majd tudni vissza hozzád. Ebből a szájlában is akár még egyet. Inkább kettő. Egyet. De arra a vendégem. Robi szerint is túl gondolok minden. De mi nem tudom beszélni. De nem tudom megérteni.
Welcome to the club. Nem, nem úgy értem. Robi nagyon megértő, mert néha igazából azt sem tudom, hogy lát ennyire belém. De örülnék is neki, hogyha nem mindig tudná, hogy mit gondolok, és nem mondaná meg egyből. Ezért hagytam itt a Balázs. Nem hallott meg, de mindig nagyon tudta. Ne tudd meg, milyen érzés, amikor már nem mered megmondani a véleményed, mert ő úgyis jobban tudja. Amikor még mielőtt kimondanád már görcsben, hogy vagy jobbról, de nem azért, mert le tudni, hanem mert hát te magad sem bízol abban, hogy amit még ki sem mondtál, az igaz vagy helyes lehet. Én akkor sem, ha a saját érzéseiről van szó. De nem ez van. Robi, tényleg jól látja. Szerinte sokkal jobban ki kéne tudnom állni magam. Ezt most nem értem. Telefon. Ja, a telefon. Az teljesen más tészta. Te annyira elegem van abból, hogy miért nem tudom meglépni azt, amit te? De félreérted, én nem léptem meg semmit. Hát pedig annyira jó lenne egyszer azt mondani, hogy vége, hogy nem megy tovább. Hogy tudom, hogy mire van szükségem, és hogy ne nézzék le azt, amit szeretek csinálni. Hogy ne érezzem azt, hogy már ezer éve meg van határozva, hogy miben vagyok jó, és hogyha akarnál sem tudnék változtatni rajta. Ezt nagyon jól ismerem. Én is voltam két gyerekes anyaként kamasz. Hát pont ez az, hogy te megmented lépni. Hogy azt merted mondani, hogy itt a vége. Nem csinálom tovább. Nem ezt érdemlem. És vegyél le észre. Vagy hogyha nem veszek észre, már ugye nem vettek észre, akkor meg... De miért érdekel engem ennyire a másnak az érzései jobban? Szeretnék én is bátor lenni. Bocs, ez fél hangzó. Ja, szó sincs róla, csak ez szerintem nem bátorság kérdése. Nem hiszem, hogy ez lenne a bátorság. Nekem igazából mindegy, minek nevezzük. Azt hiszem, hogy igazából az a nehéz, hogy eldöntsük, hogy mikor kell bátornak lenni, mert ragaszkodunk ehhez a szóhoz, és mikor kell elfogadnunk a helyzeteket. De miből tudod, hogy épp melyikre van szükség? Talán te szeret próbát. És a mellélőt? Jó lenne tudni, mi? Jobban belegondolva, nem biztos. Miért nem dumálunk gyakrabban? Vezetek haza a munkából. Ülök a kocsiban, és azon gondolkozom, hogy milyen jó. Mi mindig nagyon jól megvoltunk egymással. Ott vannak a gyerekek. Mi úgy működünk, mint egy ilyen jól olajozott gépezet. Percre beosztjuk közösen az egész hetet, és sosincs benne hiba. Hogy ki hozza el a nagyot, ki megy a kicsikért, vagy hogy ki vásárol, vagy ki főz. Szóval mindig nagyon támogatjuk egymást. Vagy akár kitalálunk programokat hétvégére, hogy a másik szusszalhasson egy kicsit. Én kézműves foglalkozásokra szoktam velük járni, vagy gyerekelőadásokra, a férjem pedig kirándulni, vagy állatkertbe. Én valamiért nem bírom az állatkertben a bezárt állatok látványát, valahogy fulladok tőle, de én már csak ilyen együttérző típus vagyok. Képes vagyok a kis hablelben is bőgni. Szóval mi mindig nagyon hagyjuk egymást. Nekem azzal sem volt gondom, amikor ott álltam ekkora hassal, ő meg elment két hétre síjelni. Ez egyáltalán nem volt gond, mert mi mindig ilyen nagy szabadságot hagyunk egymásnak. Valószínűleg másoknál ez nem így van. Én cserébe meg azt nem értem, hogy lehet mindenből problémát csinálni. Szóval azt még értem, hogy az emberek néha összevesznek, de hogy vita legyen abból, hogy ki hogy locsolja meg a virágokat. Nálunk valahogy ebből soha nem volt gond. Mi egyszerűen szeretjük egymást. Mindig is nagyon szerettük egymást. Fontos, hogy tudd, hogy ismerd a másikat, és akkor nincsen gond abból, hogy esetleg néha valami másra van szüksége. Odafigyelünk egymásra, és elfogadjuk egymás szükségleteit, mert szerintem ez az igazi odafigyelés. Vezetek haza a munkából. Ülök a kocsiban, és szól a rádió. Valamint Hardi Mihály a Budapest Airport kommunikációs igazgatóját hallottuk. Köszönjük mindkettőt! 10 óra, ez pontosan 5 perc múlva, és... Izgalom. Hát komoly izgalom, mert ugye 4 név van a kalapban, tehát ilyen nagyon-nagyon kevergetések el. Balázs, Lódi, Vera és Pisti, és hát ugye a Bon Jovi koncertről van szó. A Universal Music jó voltából valaki holnap elutazhat egy zárt körű Bon Jovi
klubkoncertre Madridban, másodmagában szállásra mindenhez. Balázs! Madrid! Bon Jovi! Balázs, mit csinálsz a telefonoddal, miközben kit érdekel, amikor holnap Madridba mész? Így van! Nem hittem el, wow! Na! Tehát a CD mellett Madrid is, és akkor nagyon gyorsan, ki megy veled? Hát ez egy jó kérdés, még nem teljesen biztos, ez remélem a feleségem. Mert hogy? Milyen szempontból? Hát ott nem vagyok most jóban, éppen hát. Hát igen, éppen nem, de azért egyre hát hívja fel a feleségedet. Ezt szeretnéd, ha jönne, mert akkor nem muszáj fölírnunk a rabakat. Hát én mondtam is neki a héten, ugye nem jutunk előre a mezőbőrére, de felesettem a kérdést, hogy ha véletlenül. Halló? Halló, szia Kinga, én Bocskor Gábor vagyok a Bumerángból. A Boros Lajos is adásban vagy, itt a Boga is. Sziasztok! Szia Kinga, drága! Figyelj, az a helyzet, hogy ez a szerencsétlen férjed megnyerte a Bon Jovi koncertet. Azt a mindenit! Hát gratulálok neki! Nem neki, téged akar vinni, ez a baj. Ez a nagy baj. Ez miért olyan nagy baj? Hát mert össze vagytok veszve. Hát ez így van, igen. Na, de itt az ideje, hogy kibéküljetek, nem? Hát csábító. Csábító a hangzik. Balázs, neked vannak még terveid Kingával? Ne felejtsd, hogy de Kingának nincsenek tervei, Balázs. De tök jó kedve van. Ez a madridi konstrukció. Igen. Tehát hajlandó vagy egymás mellett ülni Balázsral a repülőgépen. Igen. Balázs, mit szólsz ehhez? Én nagyon örülnék neki. Hát akkor ez happység. Igen. Jó. És akkor a szállodában is egy ágyban alszhatok, vagy széttoljátok? Hát nem tudom, majd meglátjuk. Balázs, neked mi a terved? Majd meglátjuk, ez jó hasonló. Na jó van, Balázs, Kinga, gratulálunk holnap Madrid, Bon Jovi, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, és örülök, hogy örültök neki. Abszolút örülünk, így van. Jó fej vagy, Kinga. Ó, köszönöm. Oké. Drágák vagyok, sziasztok. Puszi, Kinga, szia, Balázs. Sziasztok.